Levél az Efezusiaknak. Első fejezet. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, az Efezusban lévő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket. Mert kiválasztott minket ő benne a világ megteremtése előtt, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk előtte a szeretetben. Eleve arra rendelt minket, hogy fiaivá fogadjon Jézus Krisztus által, akaratának jóságos tetszése szerint, és magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Benne van számunkra a megváltás az ő vére által, a bűnök bocsánata, kegyelme gazdagságának megfelelően, amelyet igen bőségesen juttatott nekünk minden bölcsességgel és ismerettel. Megismertette ugyanis velünk akaratának a titkát, jóságos tetszése szerint, amelyet elhatározott benne az idők teljességének megvalósításáról, hogy Krisztusban, mint főben újra összefogjon mindent, ami a mennyben és ami a földön van. Benne részesei is lettünk az örökségnek, mi, akik eleve erre rendeltettünk, annak végzése szerint, aki mindent akaratának végzése szerint cselekszik, hogy magasztaljuk az ő dicsőségét, mi, akik már azelőtt is reméltünk Krisztusban. Benne ti is hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, hittetek is neki, és megkaptátok a megígért Szentlélek pecsétjét, aki foglalója örökségünknek, amíg Isten teljesen meg nem váltja tulajdonát, dicsőségének magasztalására. Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusban való hitetekről, és az összes szent iránti szeretetetekről, nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban, hogy Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag, dicsőséges öröksége a szentek számára, és milyen mérhetetlenül nagy az ő ereje fölöttünk, akik hiszünk. Hatalmas erejének hatékonyságát Krisztusban mutatta meg, amikor feltámasztotta a halottak közül, és jobbjára állította a mennyekben, minden fejedelemség és hatalmasság, erő és uralom, és minden egyéb név fölé, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendő világban nevezettek fölé is. Mindent a lába alá vetett, megtette őt mindenek fölött álló főnek az egyház számára, amely az ő teste és annak a teljessége, aki mindent mindenben betölt. Második fejezet. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor, ennek a világnak szokása szerint, a levegőben uralkodó fejedelemnek engedelmeskedve, annak a léleknek, amely most a hitetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan ezek között forgolódtunk, mikor követtük testünk vágyait, és teljesítettük a test és az érzékek kívánságait. Természetünknél fogva a harag fiai voltunk, akárcsak a többiek. De Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, mellyel szeretett minket, noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett, kegyelemből üdvözültetek, vele együtt feltámasztott és a mennyeiek közé helyezett el Jézus Krisztusban, hogy megmutassa a jövendő időkben
kegyelmének bőséges gazdagságát hozzánk való jóvoltából Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből üdvözültetek a hitáltal. Ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka. Nem tettek által, hogy senki se dicsekedjék. Hiszen az ő műve vagyunk, Krisztus Jézusban jó tettekre teremtve, amelyeket Isten előre elkészített, hogy azokat gyakoroljuk. Tartsátok tehát eszetekben, hogy egykor a pogányság jelét viseltétek testetekben, és körülmetéletleneknek neveztek titeket azok, akik a testen kézzel végzett körülmetélkedésről kapják a nevüket. Akkoriban Krisztus nélkül éltetek, idegenek voltatok Izrael közösségétől, kívül álltatok az ígéret szövetségein, remény nélkül és Isten nélkül éltetek ezen a világon. Most azonban Jézus Krisztusban ti, akik egykor távol voltatok, közel jutottatok Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két népet egyé tette, és a közöttük lévő válaszfalat, az ellenségeskedést lebontotta saját testében. A tételes parancsokból álló törvényt megszüntette, hogy mint békeszerző a kettőt egy új emberré teremtse önmagában, és mindkettőt egy testben engesztelje ki Istennel a keresztfa által, megölve az ellenségeskedést saját magában. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, akik távol lévők voltatok, békét a közel lévőknek, mert általa van mindkettőnknek szabadutunk egy lélekben az Atyához. Itt most már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe. Az apostolok és próféták alapjára rakott épület, melynek szegletköve maga Krisztus Jézus. Benne illeszkedik egybe az egész építmény, és szent templommá növekszik az Úrban. Ti is benne épültök egybe Isten lakóhelyévé a lélekben. 3. fejezet. Ezért vagyok én, Pál, Krisztus Jézus fogja, értetek a nemzetekhez tartozókért. Bizonyára hallottátok, hogy Istennek milyen kegyelmi adományában részesültem a ti javatokra, vagyis azt, hogy kinyilatkoztatásból megismertem a titkot, ahogyan már fentebb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megérthetitek belőle, hogy megismertem Krisztus titkát, amely más nemzedékek idejében nem volt ismert az emberek fiai előtt, úgy, ahogyan most a lélek által kijelentette szent apostolainak és prófétáinak. Azt ugyanis, hogy a nemzetek Krisztus Jézusban társörökösök, tagjai az egy testnek, és együtt részesülnek az ígéretben az evangélium által. Ennek lettem én szolgája, Isten kegyelmének adományából, melyet nekem juttatott hathatós ereje szerint. Nekem az összes szent közül a legkisebbnek jutott osztály részül ez a kegyelem, hirdetni a nemzeteknek Krisztus felfoghatatlan gazdagságát, és felvilágosítani mindenkit, miként vált valóra a titok, amely öröktől fogva el volt rejtve a minden teremtő Istenben, hogy most kinyilvánuljon Isten sokrétű bölcsessége a mennyei fejedelemségeknek és hatalmasságoknak az egyház útján. Ez volt az ő örök végzése, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg. Benne a belé vetett hitáltal járulhatunk bátran és bizalommal Istenhez. Ezért kérlek titeket, ne csüggedjetek el az értetek viselt megpróbáltatásaim miatt. Ezek a ti dicsőségetekre fognak szolgálni. Ezért hajtom meg térdemet az Atya előtt, akitől minden nemzetség nevét nyerte a mennyben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy megerősödjetek benső emberré az ő lelke által,
hogy Krisztus a hit által a szívetekben lakjék, és a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, hogy mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét is, és beteljetek Isten egész teljességével. Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erőnél fogva, mindent megtehet bőségesen azon túl is, amit mi kérünk vagy megértünk, dicsőség legyen az egyházban és Krisztus Jézusban minden nemzedéken át, örökkön örökké. Ámen. Negyedik fejezet. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok. Teljes alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében. Egy a test és egy a lélek, amint hivatásotok is egy reménységre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindeneknek Atya, aki mindenek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van. A kegyelmet azonban mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint kapta. Ezért mondja az írás, felment a magasba, foglyokat vitt magával, ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint hogy le is szállt a föld alsó részeire. Aki leszállt, ugyanaz, mint aki felment, feljebb minden égnél, hogy betöltsön mindent. Ő tett egyeseket apostollá, másokat pedig prófétává, másokat evangélistává, ismét másokat pedig pásztorrá és tanítóvá, hogy alkalmassá tegye a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének felépítése céljából, amíg mindnyájan eljutunk a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, és azzá a tökéletes emberré leszünk, aki megvalósította Krisztus teljességét. Hogy ne legyünk már ingatag gyermekek, és ne vessen minket ide-oda a tanítás bármely szélfúvása, emberi megtévesztéssel és tévedésbe ejtő álnoksággal. Ellenkezőleg, járjunk az igazság szerint, szeretetben, és mindenben nőjünk fel őhozzá, Krisztushoz, aki a fej. Általa az egész test az összekötő ízek segítségével, egybefogva és összetartva, minden egyes rész sajátos tevékenységével gondoskodik saját növekedéséről, hogy felépüljön a szeretetben. Azt mondom tehát, és kérve kérlek titeket az Úrban, hogy most már ne éljetek úgy, ahogy a pogányok élnek, akik hiúságokon jártatják az eszüket. Sötétség borult az értelmükre, az istenes élettől elidegenedtek a bennük levő tudatlanság miatt, amely szívük megáltalkodottságának következménye. Érzéketlenné váltak. Átadták magukat a fajtalanságnak, és haszonlesésből mindenféle tisztátalan tettet elkövetnek. Ti azonban nem így tanultátok Krisztustól, ha valóban őt hallottátok, és róla kaptatok oktatást, annak az igazságnak megfelelően, amely Jézusban van. Vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásba rohan a megtévesztő kívánságok miatt. Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére teremtetett, valóban igaz és szent emberként. Éppen ezért szakítsatok a hazugsággal, és mindenki mondjon igazat fele barátjának, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragszotok is, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött, és ne adjatok helyet az ördögnek. Aki lopott, többé ne lopjon,
hanem inkább dolgozzék és saját kezével szerezzen javakat, hogy legyen miből adnia a szűkölködőnek. Semmiféle gonosz beszéd ne kerüljön ki szátokból, csak olyan, amely ahol szükséges, alkalmas az építésre, hogy kegyelmet közöljön a hallgatókkal. Ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki által megvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség és harag, indulat, szóváltás és szitkozódás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Egymás iránt legyetek inkább jóságosak, könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. 5. fejezet. Kövessétek tehát, mint kedvelt gyermekek, Isten példáját, éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként Istennek. Paráznaság és mindenféle tisztátalanság vagy kabzsiság szóba se jöjjön köztetek, mint ahogy ez a szentekhez illik. Sem ocsmányság, sem ostoba vagy kétértelmű beszéd, ami illetlen, hanem inkább a hálaadás. Értsétek már meg és jegyezzétek meg magatoknak, hogy semmiféle paráznának vagy tisztátalannak, kabzsinak, azaz bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki se vezessen félre benneteket üres fecsegéssel, hiszen ilyenek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait. Ne legyetek tehát bűneik részesei, mert valamikor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse pedig csupa jóság, igazságosság és igazság. Keressétek azt, ami az Úrnak tetszik. Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, sőt inkább korholjátok azokat. Mert amiket ők titokban tesznek, még kimondani is szégyen. Mindenre azonban, ami elmarasztalásban részesül, világosság derül. Minden, ami napvilágra jut, világossággá válik. Innen a mondás: kelj fel alvó, támadj fel a halottak közül, és Krisztus rád ragyog. Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek, nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Jól használjátok fel az időt, mert rossz napokat élünk. Ne legyetek tehát ostobák, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Ne részegedjetek le bortól, mert abból erkölcstelenség fakad, inkább teljetek el lélekkel. Magatok köz zsoltárokat, szendalokat és lelki énekeket zengetek, énekeljetek és zengedezzetek szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, az Istennek és Atyának. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, akár csak az Úrnak. Mert a férfi feje az asszonynak, amint Krisztus is feje az egyháznak, ő a test üdvözítője. De mint ahogy az egyház Krisztusnak van alárendelve, úgy az asszonyok is mindenben a férjüknek. Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat. Önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjében az ige által megtisztítva megszentelje, és dicsővé tegye magának az egyházat, hogy sem folt, sem ránc, sem más eféle ne legyen rajta, hanem legyen szent és szeplőtlen. Ugyanígy a férfiak is úgy szeressék feleségüket, mint önnön testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát szereti, hiszen soha senki sem gyűlöli a testét, hanem táplálja és ápolja, akárcsak Krisztus az egyházat, mert tagjai vagyunk az ő testének. Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik,
és ketten egy test lesznek. Nagy titok ez, én pedig Krisztusról és az egyházról mondom. Tehát mindegyiktek úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. 6. fejezet. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van az rendjén. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első ígérettel egybekötött parancs, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. És ti, apák, ne ingereljétek haragra gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben és az Úr intelmével. Szolgák, engedelmeskedjetek test szerinti uraitoknak, félelemmel és remegéssel, szívetek egyszerűségében, akárcsak Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha emberek tetszését keresnétek, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát. Készséges akarattal szolgáljatok, mintha az Úrnak tennétek, s nem embereknek. Tudjátok, hogy mindenki, aki valami jót tesz, annak jutalmát megkapja majd az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig gazdák, ugyanezt tegyétek velük. Hagyjátok a fenyegetőzést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, nektek is, uratok van az égben, nála nincs személyválogatás. Végezetül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hathatós erejében. Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben. Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen. Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, megállhassatok, mert mindent megtettetek. Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazságossággal, és öltsétek magatokra a megigazulás vértjét. Lábatok sarúja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Mindenkor esedezzetek a lélekben, minden imádságban és könyörgésben, s ő benne virrasszatok teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és értem is, hogy Isten adjon nekem szavakat, amikor megnyitom ajkamat, hogy bátran hirdessem az evangélium titkát, aminek hírnöke vagyok a bilincsekben is. Hadd beszéljek bátran, amint kötelességem. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem, mit művelek, Tihikusz, a szeretett testvér és hűséges szolga az Úrban, mindent el fog nektek mondani. Éppen azért küldtem őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és hittel párosult szeretet az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem mindazoknak, akik meg nem fogyatkozó szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.